Kétséget sem hagyott az olaj, a harmadik mérkőzésen óriási fölénnyel győzte le a körmendet 102-59-re. A vendégeknél Wright kéztörés miatt ült civilben. Remekül hűtött csarnok és telt ház várta a játékosokat, nézőket. A feldobásra körmendről is befutott egy szurkolóbrigád. Három nullával kezdett az olaj, erre 5-0-val válaszolt az MTE. A negyed felénél sem tartottunk, amikor a körmendiák már 6 eladott labdánál jártak. Ezt figyelembe véve a 11-8-as állás nem is volt rossz a vendégek szempontjából. Peri már a 10. pontjánál járt a negyed utolsó percében. A játékrész utolsó kosara Vojvodáé volt, ráadásul hármat ért, így 27-15 lett az eredményjelzőn. A második negyed elején Vojvoda 5 pontot dobott másfél percen belül, rajta kívül ekkor senki, így hamar tetemes lett a különbség. Horthy gyűrte meg Andricsot a szolnoki palánk alatt, először sportszerűtlent kapott, majd a videóbírózás után kiállították szándékos ütésért. Vojvoda messzeségből belőtt triplája után már 20 pluszos volt a különbség. Ford első kosarával lett 44-20, jött is a körmendi időkérés. Tóth Zoltán is pályára került, és nem pördült meg rajta az alsónemű. Első dobásával kosarat is szerzett, majd a másodikkal is, amivel 58-26 lett az állás. Nagyon úgy tűnt, hogy egy fél idő alatt eldőlt a meccs. A fél időben minden jelentős mutatóban mi álltunk jobban. Az MTE az eladott labdákkal valószínűleg szezoncsúcsot állított fel, 17 eltékozott támadásuk volt egy fél idő alatt. 8-0-val kezdett a körmend, az olaj két támadó hívával a nagy szünet után. Tóth Ádám zsákolása zárta le ezt a negatív sorozatot. A 7. percig csak 6 pontot szerzett az olaj, a körmend viszont 15-öt. A negyed végére azonban már beestek az addig kimaradt dobások, így a különbség nem csökkent, hanem beállt 26-28 pont környékére. ...74-46-ról indult az utolsó 10 perc. Meg kell hagyni, mindkét tábor kíméletlen volt a hangszálakkal, mint ahogy a dobok szakító szilárdságát is komoly teszt alá vetették. Nagyon gyorsan 30 fölé tette a különbséget az olaj, Vojvoda 20. pontjával a plusz 35 is meglett. A 11-ként pályára lépő Tájvó is kosarat szerzett, mint addig valamennyi játékosunk. Az utolsó 4 percre pedig jött Tóth Zoltán és Csák Bence is. Előbbi Bántibort, utóbbi viszont Feninget fogta, jó másfél percig, ugyanis a körmendieknél is jöttek a fiatalok. Az utolsó 2 percnek egy kérdése volt, lesz-e 100? Tájvó megszerezte a 98. pontot, másfél perc volt még hátra, és a 100. gazdája is ő lett. First I want to congratulate Corman on a really great season. Mindenek előtt gratulálok a körmendnek. Úgy emlékszem, hogy október-novemberben játszottunk velük először, akkor is nagyon keményen harcoltak, azóta meccsről meccsre még jobban. Sajnálom, hogy Marquise Wright megsérült a múltkori meccsen és nem tudott játszani, de ettől függetlenül a körmendiek nem adták fel egy pillanatra sem. Most pedig magunkról. 37-38 percig nagyon jól játszottunk, ráadásul nem csak egy-két játékos, hanem az egész csapat, mert ettől vagyunk mi igazi csapat, hogy mindenki küzd, harcol a másikért, a többiekért. Most is mindenki dobott pontot, nagyon egységesek voltunk. Örülök, hogy lezártuk ezt a párharcot, most jön egy kis pihenés, aztán kezdődik a döntő, ahol természetesen ugyanúgy fogunk küzdeni, mint eddig. When everybody's contributing, everybody's making plays, everybody's, you know, being aggressive, I think that's when we're at our best, so I think we did a really good job of that today, and you know, we're gonna have a few days off, and you know, gear up and get ready for the finals. Az ugyancsak 3 győzelemig tartó döntő június 10-én kezdődik. 2-0 után az volt a legfontosabb, hogy egy pillanatra se essünk szét, és ugyanolyan koncentráltak legyünk, mint addig voltunk támadásban és védekezésben is. Talán egy kicsit puhán kezdtünk védekezésben az elején, de ezt is helyre tettük. Az első másodperctől az utolsóig mindenki 100%-kal küzdött. A hangulat itt mindig jó, de most különösen jó volt az atmoszféra. Köszönet érte a szurkolóknak. A csapat is jól játszott, ez a kettő adta meg az igazi hangulatát a mérkőzésnek. It was obvious that we are 100% concentrated to be in on the game and we play almost all game like that. Ebben az évtizedben a szolnoki olaj a tavalyi esztendő kivételével mindig ott volt a döntőben, most is így lesz. Az ellenfél a Falco Alba-Fehérvár párosból kerül ki.